Köszöntöm Önöket, a Presszót látják. A Kanga Tréning közel 10 éve segíti a kismamák szülés utáni regenerációját. Az egyedülálló edzésforma megerősíti a terhesség és szülés alatt meggyengült izmokat, és formálja többek között a combokat és a hasat is. A Kanga Tréning során nem csak a mama, hanem a baba is jól szórakozik, hiszen a gyakorlatok alatt hordozóban szemlélődik. A Presszóban ma erről a sportról beszélgetünk Gunter Nyitrai Kriszta, várpalotai Kanga trénerrel. Azt mesélik róla, ravasz, mint a róka. Jön, látsz, jössz, megemel, nagy puszi. Elragyog az ég is, felkiáltok én. A másik oldal, ugyanígy hasd be, hozzád, tegyenes. Fordulhattok is egymás felé. Azaz. Megemel, nagy puszi! Jók, lemegyünk a talajra. Fordulok keresztbe, jó? És jobban elfélek. Jó, akkor támasz könyökvel egy vonal. Megpillent a medence lapocka, zár, hát egyenes. És nyújt a téged. Mert a jinta. Well, if I feels that my life is still trying to get a dance creepy killer of hope. Oh, it's the nation. Get I realized quickly when I knew I should that the world was made up of the brotherhood of man. Én a második kör. Alkatán. Lesünk. A kezdő verzió is jó. Könyökvel egy vonal, megbillent a medence. A pocka zár, hát egyenes. Mesél a kezdő. Csak térben tartja. Minyújt a tél. Hasad a végig figyelsz. És billent a medence. Jó. Bal. Csak tartod. Jó, és megnyújt. Kicsit segíteni. És fordulunk oldalra. Jó, oké. Most férünk el. Jó? Könyök vele egy vonal, megbillent a medence. Most Kitty csinálja a kezdet. Megemeled, csak tartod. Emel, süllyeszt. 4, 3, 2, 1. És csak tartod. Szia. És leteszed. Picit megnyújtjuk. Második kör. Sofia, ne vidd el! Azaz, könyökvel egy vonal. Megbillent a medence. Megemelkedsz, elő picit keresztez a láb, fölnyújtózol, és fordulsz be. Nézd mindig a kezed után. Has végig behúz. Ha megvan a nyújt, megnyújtjuk picit. Előre nyújtózol, szemére
táncolunk, lábfej leszorítva, és zárul a kocka hátul. Tekintet lefele néz. Ha megvan, megnyújtott picit. És felülünk. Tegyük a babákat a sípcsontra. Jó. Most a Kitty lesz a hangsúlyú. Poposít a hát. Egyenesít a hát. És visszatesz. Poposít. Egyenesít. Megemel. Poposít. Egyenesít. Na még egy utolsó. Poposít. Egyenesít. És szép lassan csigolyáról csigolyára fordulhatok a hátatokra. Mert a hinta. Kicsit meghintázod a Kitty. Az a. Mert a hinta. Arra forduljál inkább. Lesz a kétszer átfordul. Na még egyszer. Jó. És akkor fettessük a medencünkre. Csak csípőszíves terpezben vagyunk, kigyűlök oldalt. És emel, süllyeszt, emel, süllyeszt, emel, süllyeszt. Még négyet, has végig behúz. Fenn megtartod, keresztez a láb, és így emel, süllyeszt. Négy, három, kettő. Egy, fent megtartod, lábtartás, csere, és négy a másik oldalra. Fönt, 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 fönt. Hát ez a lábmedence megtart, még csak feszít, lazít, feszít, lazít, feszít, lazít, feszít, és ellazít. Fölfele nyújtozzon mindkét lábbal, fent pici kereszt. Messi nem engedi le a lábát, Kitty, csak egy picit engedd le a lábadat, jó? I'm a lover, I'm a fighter, I'm a brother, I'm a writer, I'm a soul equipped with the voice who took the choice to turn the mic up. See a lot of human beings doing life inside their mind, cause the born into the bondage, mental slavery till it's time to either die or break the shackles, tell me what's the difference. I'm just trying to live as free as I can while I'm existing in this realm. I swear it's hell until you break free. I'ma break the boundaries. Köszöntöm kedves nézőinket! Az imént a Várpalotai Kanga Tréning anyukák bemutatóját láthatták, és Kriszta helyet is foglalt már a stúdiónkban. Szervusz, köszöntelek! Szia! Akik nem ismernének, bemutatlak, hogy Gunter Nyitrai Kriszta vagy. Igen. És itt Várpalotán te tartod a Kanga Tréninget az anyukáknak, a Kálvárián, aki esetleg nem tudja. Az első kérdésem az lenne, Kriszta, hogy mi is ez a Kanga Tréning? A Kanga Tréning egy hordozós torna igazából, ami 2008 óta létezik így Európa szerte. Magyarországra a Kanga Tréning országos vezetője hozta be 2012-13-ban. Azóta van nálunk is itt, itt hazánkban. A lényege igazából, hogy az anyukák tornáznak, és babák közben a hátukon alszanak, pihennek. Ez különösen jó azért egy újszülöttes családban, hiszen ilyenkor azért felborulnak a társas kapcsolatok, kevesebb időt a mamának saját magára. És hát ugye a szabad idejét aktívan szereti eltölteni az ember, szeretne fit maradni, ugye terhességet követően is. Nektek elsősorban ez egy ilyen társas, egy klub jellegű kapcsolat? Hát is. Én inkább úgy mondanám, úgy fogalmaznék, hogy a legtöbb anyuk, hogy én mozogni szeretne, mozogni vágyik. Mm-hmm. Tehát mindenki ilyen... megtörtént a szülés, hazavitte az újszülöttet, összeszoknak szépen, és szeretné visszanyerni a régi önmagát. Ugye ez nem egyszerű, és babával még sokkal nehezebb, tehát hogy kimozdulni, és egy teljesen más ritmust kap az élete. De hát a Kanga Tréning az pont azért van, hogy ebbe segítse őket. Egyrészt összejönni, társas kapcsolatokat teremteni, hiszen mindenkinek ugyanaz a problémája, tehát mindenkinek van ott egy babája, aki nyugös, aki nem szopizik, aki éppen fenn van éjszaka, vagy fogzik,
De mozogni is szeretne, mert szeretne fit maradni, és ezt a kangatréningen pont mind a kettőt megteheti. Itt az imént ugye talajgyakorlatokat mutattatok. Mire kell odafigyelni az ilyen gyakorlatoknál? Hát ugye a kangatréning elsősorban azt célozza meg, azokat az izomcsoportokat célozza meg, ami a várandóság és a szülés után meggyengültek, illetve megrövidültek, tehát ezeket erősítjük, amik pedig megrövidültek, azokat pedig nyújtjuk. Tehát teljesen egy célzott mozgás. Igazából az egész testet átmozgatja, de ugye a kritikus területekre összpontosítunk, a has, a popsi, far, comb, illetve a kar gyakorlatokkal tesszük ezt itt teljessé. Van láttam, benne egy pici kardió rész is. Ami nagyon sok plenket csináltatok, gondolom, igen. Ez a hasfal erősítés. Így van, tehát a szülés után ugye az első nagy probléma, ami ugye posztnatális edzések ugye annyira nem kaptak még hangsúlyt itt hazánkban, de most már úgy veszem észre, hogy azért egyre több helyen megjelennek, hogy a hasfalat kell erősítenünk, hiszen a várandóság alatt a has izmok eltávolodnak egymástól, és van ennek egy erősít szakifejezésünk, a rectus diastázis, az egyenes hasizmok 2 cm-nél nagyobb eltávolodását nevezzük így, és ugye ez 10 anyukából 8-nál megjelenik, uh-huh. És ugye erre a plank gyakorlatok a legjobb gyakorlatok, amiket tehetünk. És mennyi időnek kell eltelnie a szülést követően, hogy neki lehessen állni ezeknek a gyakorlatoknak? Hát egy sima szülésnél 6-7 ugye az ajánlat, egy császármetszésnél 10-12 hét, uh-huh. De nyilván nem mindenki készül fel 6 hét alatt arra, hogy most ő eljön és mozogjon. Valakinek ez több időt vesz igénybe akár, de lehet bármikor elkezdheti, csak ennél korábban nem. Nálunk itt Várpalotán te több csoportot is működtetsz. Igen, igen. Ők most a kangatréninges anyukák voltak, akik már kisbabával tornáznak, igen. De van egy másik csoportod is, a prekanga. Igen, vannak. Hát a prekanga az kismama torna, tehát ott már felkészülünk a várandóság alatt a lehetséges problémákra, ami a szülés után ugye megjelenhet, a hasizom szétválása, illetve ott is egy kardió résszel, illetve hátizom erősítéssel készülünk fel a szülés utáni életre. Illetve nem csak a hordozós kangát tartom, hanem tartok egy interval tréninget is, ez egy kanga burn edzés, ez a hivatalos neve, ahol azokat a anyukákat, illetve bármilyen bárkit, tehát mozogni vágyót, igen, várok szeretettel, aki kipróbálna, ez egy interval tréning, ez egy inkább egy erősítő, zsírégető, elég sok kalóriát égetünk az edzés alatt, egy erősítő tréning. Ide már azok az anyukák jöhetnek csak, akik legalább egy éve szültek, uh-huh. Tehát uh-huh. Itt már egy megerősített hasfallal, gátizommal, illetve egy pici állóképességgel kell rendelkezni. Ide már nem mennek a babák veletek, nem, ugye? Nem, ez most már ez csak anyukáknak igen, szóló. Ez a saját magadról szóló torna. Ezért is jó ez a kangatréning, hiszen itt a mama-baba együtt lehet, ez egy közös, igen. Hasznos időt jelent. És ahogy elnéztem, itt a babák nagyon élvezik. Igen, hát anya közelsége, tehát ugye a hordozott babák egyébként is sokkal kiegyensúlyozottabbak, hiszen anyatest illatok, az érzet, a szívdobogás, a bőrkontakt, minden megvan, az, ami egy babának ahhoz szükségeltetik, hogy ő biztonságban érezze magát. És ezért a hordozóban nagyon, nagyon jól el vannak. Majd ezt a műsor végén be is mutatjuk, hogy hogyan kell feltenni ezt a hordozót, hiszen ez sem mindegy, hogy szakszerű, hogy a gyerek hogyan fekszik rá az anyának a hátára. Hogy van ez, mikor kell előhordani a gyereket, és mikor hátul? Hát ugye nálunk azért jobban szabályozott ez a hordozási rész, mint Európa szerte több helyen. Tehát mi elől csak addig hordjuk, mint az 5-6 kilót el nem érik, uh-huh. A babák. Ugye ez igazából nem a baba szempontjából lényeges, hanem az anyukának fontos, hogy a gerincét, illetve uh-huh. A medence alapi izomzatot kiméljük. Amint elérik az 5-6 kilót, és anyuka is felkészült rá, mert ugye elengedni előről egy babát hátulra, ahol nem látom, nem tudom megölelni, uh-huh. Megfogni, igazából anyukákon múlik. A babának semmi problémája nincsen az, hogy most hátulról hallja a szívverést, a bőrkontakt ott is megvan, tehát 5-6 kilótól már háton hordozunk, igen. Tehát amikor nyugtalan egy gyerek, és berakjátok a hordozóba, érezhet, hogy átveszi a te nyugalmadat, átveszi a te ritmusodat. Igen, de az anya arra törekszik, hogy megnyugtassa a gyermekét, és itt megvan a bőrkontakt, az illat, a szívverés, akkor minden rendben van. Tehát kisgyereknél pláne, aki már tipegő, és ugye sokat nincs az anyával, és egy tipegőt felvesz, az ember hordozóba szinte teljesen más az érzet.
de neki is nagyon megnyugtató, tehát nagyobb korban is. Azért ez az anyának nagy segítség, hogy két szabad keze lesz. Igen. Szóval otthon is esetleg, hogyha házi munkát próbálna anya végezni, de mondjuk nyugos a gyerek, akkor egyedül, ha nem is, mert nehézkes egyedül mondjuk. Meg lehet tanulni. Meg lehet tanulni. Vannak babahordozási tanácsadók, itt a megyében is vannak, házhoz is jönnek, tehát ki is lehet őket hívni, és ők szívesen megmutatják, hogy hogyan kell felhelyezni egy akár újszülöttet, akár 5-6 hónapos babát is, és megtanulható otthon. Mi a különbség a kendő, és tényleg ez a fix, merevebb hordozó között szerinted? Hát igazából ez a csatos hordozó, amit mi használunk a kangán, ez konkrétan itt a sportra ahhoz teljesen jó. Tehát több ponton állítható. Nekem személy szerint is az a véleményem róla, hogy egyszerűbb. Tehát egy kendő is nagyon-nagyon jó tud lenni, pláne hogyha szakszerűen van felkötve benne a baba, ott is több kötést alkalmazunk. De magára a sportra mi a mandukát, illetve ezt a csatos hordozót szoktuk ajánlani. Hogy veszed észre az anyukákon? Könnyen belezökkennek ebbe a tornába? Élvezettel vesznek részt? Igen, tehát pontosan azért, mert közösségben vannak. Szóval az, hogy egy rohanó életmódból belecsöppenni egy otthon, egy babázásba, nagyon szép, mert nagyon meseszerű, mert nagyon-nagyon jó, de nagyon sok olyan része van, amit az anyukának egyedül kell megoldania, hiszen az apák általában dolgoznak, nyilván valakinek pénzt is kell keresnie, és egyedül maradnak a problémáikkal, a gyerekkel, és kell nekik az, hogy kimozduljanak, és itt pont nem csak, hogy mozogni mozoghatnak, hanem társakra, barátokra is találnak. Tehát egy jó kis közösség is épül általában mindig. Aki esetleg félne attól, hogy mondjuk a gyerek nem jól viselkedik, a hordozóba le kell tenni, azt el lehet mondani, én is voltam már nálad, hogy ott nagyon jól el vannak a gyerekek együtt. Tehát hogy abszolút nem kell attól félni, hogy mondjuk az én gyerekem kirohangál, hanem szépen eljátszanak ott középen. Hogy ez minek köszönhető szerinted? Fontos még az is, hogy most így mondod ezt a közösségi dolgot, hogy ugye nagyon sok már tipegőt, ugye ez igazából ugye 6-7 hetes kortól kezdődően vannak a babák a hordozóban, de nyilván nem mindenkit hordozunk 2 éves korig, ameddig a hordozós kor tart, hiszen már a világot felfedezik, már 1,5-1 éves kor körül elkezdenek mászni, nagyobb a mozgásigényük, és valóban néha le kell őket tenni, de nagyon jól el vannak együtt, és ők is építik a társas kapcsolataikat. Tehát, hogy lehet észrevehetően a hordozott babák, ezt most már kimerem mondani, illetve a társa, így kangatréningen hordozott babák, sokkal jobban fejlődnek, hiszen egymástól elesik a mászást, a különféle ilyen mozgási dolgokat, tehát még ezt is így pozitívunként tudom említeni, hogy másabbak a társas kapcsolataik, illetve a kommunikatívabbak szerintem sokkal. Főleg akkor fontos, hogy mondjuk nem bölcsödés a gyerek, és tényleg egy kis szociális kapcsolatépítés is lehet. Hány éves korig javaslotta azt, hogy hordozóba hordja anyuka? Hát a hordozós kor az a 2 éves korig tart, így szoktuk mondani, de nyilván nem lehet így sarkítani, mert súlytól függ, a gyermeknek a habitusától függ, mert valaki kéri, igényli, hogy hordozzák még. Az én kisfiam is 2 éves, és ő is jön, és felkérdezik, hogy hurciba szeretnék. Tehát fel kell tenni, mert ott érzi jól magát. Szóval igazából az emberek nagy segítség egy a hordozó egyébként is, de szerintem sokáig használható. Te is 4 gyermek boldog édesanyja vagy. Észreveszed azt, hogy mondjuk az idősebbeknél nem használtad még a hordozót? Itt a fiatalabbaknál már igen, van különbség? Van. Nagy-nagy különbség van. Sőt, azt is merem mondani, hogy jó, nyilván így nem tudom így összehasonlítani, hogy milyen lett volna akkor és milyen lett. De most egyrészt sokkal több helyen tudtam, volt 2 szabad kezem. Tehát én főztem baracklekvárt hátam a gyerekkel. Tehát nem volt probléma, amikor éppen nyűgös volt, vagy fogzás volt, vagy ilyesmi. Szóval mindenképpen nagyon nagy segítség volt. Meg hát a másik az, hogy a közösség, tehát az ember közösségben volt. Sokkal több kapcsolatot tudott teremteni másokkal. Mai napig tartozom egy olyan csoporthoz, ahol így nagyjából egy azonosuló gyerekekkel vagyunk így körülvéve, és néha összejárunk beszélgetni, meg sztorizgatni. Nekem is ezt említették itt az anyukák, hogy ez a legjobb az egészben, hogy egy ilyen nagy, nem is nagy család, egy összetartó baráti közeggé alakultatok, és hogy nagyon befogadóak vagytok, nekem ezt a nővérem mondta, úgyhogy első kézből tudom. Azt szeretném még tőled megkérdezni, Kriszta, hogy hol találnak meg téged az emberek? Ifjúsági házban fent a Kálvárián, ugye az a volt 9-es iskolának az egyik terme. Ott van kangatréning keddenként és csütörtökönként 10 órától, illetve szerdán
a kanga bőrnedzés, és a prekang, ugye a kismalatorna, az pedig igény szerint attól függően, hogy mennyi kismal van éppen, aki szeretne tornázni. Ugye ez egy rövid kis intervallum, a 9 hónap. Aki jobban szeretne utána nézni, interneten hol találja? Interneten a kanga tréning oldalán megtalálható vagyok, illetve van saját oldalam is, kanga tréning és prekanga Krisztával Várpontán. Tehát elérhető van. Igen. Ha valakinek kedve támadt ehhez a fantasztikus mozgáskultúrához, neki segítsünk egy kicsit azzal, hogy megmutatjuk, hogyan is kell feltenni ezt a hordozót. Rendben. Kriszta, akkor Zsófit tegyük be a hordozóba. Zsófi a hercegnő. Nagyon fontos, hogy első lépésként akkor a deréküvet csatoljuk fel. Igen, ugye Zsófi már hátra kerül, tehát ő már elérte azt a súlyt, hogy nem előre kötjük, hanem hátra, mondjálok a képbe. Igen. Beigazítjuk. Második lépés a gyerek. Így van, kell hozzá egy baba. Baba a hátára kerül anyának. Ugye ő már azt a fontos M pozíciót, ami a hordozóba köti, azt már ő kirúgja, mert már tipegő, de a legtöbb baba az M pozícióba kerül ugye a hordozóba. Az azt jelenti, hogy felveszi ezt a B-kapózt. Ő már nagyon-nagyon gyakorlott, tehát ő már egyből, ahogy fölkerül, meg sem mozdul. Ugye, igen. Már csak a kezeket kell beigazítani. Ide alul, jó cuki? Oké. Elő be a mellcsat. Így van. És tökéletes. Tehát akkor még egyszer első az öv, utána a gyerek hátra kerül. Igen. Tehát ugye előle ez egy 3 pontos öv, tehát 2-t kell nyomni oldalt, egyet középpen. Ugye úgy tettük fel, hogy a derekán van a hordozó, tehát hogy kénytelen kihúzni magát, nagyon fontos, és legtöbb vagyunk, hogy általában így áll. Tehát kénytelen kihúzni magát, a baba M pozícióban van benne, van fejtámasztási lehetősége, tehát ha elhasszik, akkor csak a csukját rátesszük, és olyan sok helyen állítható. Válnál mire kell figyelni, hogy ne legyen gondolom túl szoros? Igen, tehát ezt ő érzi, hogy a lényeg, hogy picit hátradől, akkor le tudjam berakni a kezemet ide hátra, akkor van teljesen jó a baba. Na jön cukina, Léna baba. A Léni. Ugyanígy, ő is hátra került, tehát már ő is ugye megütötte azt a... Egyébként ezt már beszéltük is, ugye, hogy amikor nyűgös a gyerek, akkor ezek kivált képpen így jó. Így van, tehát egyből anyuka fölveszi. Forma. Így van, mert közel kerül a mama testéhez, megnyugszik a mama. Megvan a testkontaktus. Jó, meg picit meg kell megszorítanom, jó? Gyere, Léni, gyere. Oké. Baba hát. Anya megfogja, én beállítom az M pozíciót, már megy a ringatás. Léna még ugye kisebb, igen, megy is már a ringatás. Kész. Igen. Már be is kerültél. Jó, kész. Ja, Léna is már nyugoskodik. Jó van. Tökéletes. Ugye térthajattól térthajatig kell érni a hordozónak, ugye neki is, nála is megvolt ez a szépen C alakú gerinc, azt lehet szépen látni. És hát elég látványosan meg is nyugodott a gyermek. Igen. Tehát tényleg... Tényleg lehet ezt használni. Igen, abszolút. Mondja csak, Léna. Tehát akkor ez elmondhatjuk, hogy a mindennapokban is abszolút. Tehát ugye lett két keze az anyukának, és ugye nem az ölébe tartja a babát, hanem így hordozóba. Neki is sokkal jobb, a gyermeknek is sokkal jobb, hiszen nem a gerincét terheli, hanem ortopédiai megfelelő hordozóba került a baba. Akkor mutattok nekünk néhány gyakorlatot, így is, lányok? Mutatunk, igen. Köszönjük igen. Szépen. Dupla. Négy lépés előre. Oldalérintés. Négy lépés hátra. Oldalérintés. Húzatér. Négy négyet. Hármat. Kettő. Dupla. Na még egyet. Guggolunk kettőt. Légzár. Megbillent a medence, lapockát zárva, hát egyenes. Mehet a rugó. Tekintet előre néz. Saruk megemel. Csere.
egyet, hármat, kettőt, csere. Szimpla rugó. Testsúly a sarkadó, lábujjak megemelve. Hátad egyenes. Négyet, hármat, kettőt, sarok megemel, csak kettesével. Szimpla rugó. És megyünk két ütemre. Lent, lent, fönt, fönt, lent, lent, fönt, fönt. Még négyet. Hármat. Kettőt. Egyet, szimpla rugó. Lépünk oldalra, kilép, vissza, kilép, vissza. Dupla rugóval ugyanígy, rugó, rugó, közép. Már nem esik előre, figyelj, szimpla középpen. Figyelünk egy picit. Gyászik, Zsófi! Picit lebegtetjük. Közelítjük a combokhoz. Tisszük hátra. Húzzuk vissza. Csak válj szélességig. Hozzuk vissza. És picit lebegtetjük. Elő, tol. Tol, 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 tol. Húz, 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 és tol. Tol, húz. És forgatjuk le. Lent, 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 lent. Még négyet, hármat, kettőt, egyet. Csak megtartod, befele fordít a tenyér. Azzal. És tartjuk. Még négyet, hármat, kettőt. Egyet, jön oldalra. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, még 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, fenn megtartod. Spic, pipa, spic, pipa. Forgat előre. És hátra, azaz. És megfordulunk, jöhet a másik oldal. Medence megbillent, lapocka zár, hát egyenes kívül lévő lebemet. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, még 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dupla, fönt, 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 fönt. Fönt, 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 még négyet, hármat, kettőt, és jövünk hátra. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, még 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dupla, fönt, fönt, lent, lent, fönt, fönt. Fönt, 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 még négyet, hármat, kettőt, egyet, és oldal. Mellkashoz húzzuk, végzünk pár bokatörzést, párat markolunk a talpunkkal,
Keresztezzük a tartólábunk. Jó, kész. Most megnyújtjuk a fejet. Felbillentjük egyik oldalra, csak csípőszérte. Billentjük egyik oldalra, lefele nézzünk a talaj felé. Szép lassan átgördik ki. Lefele nézzünk a talaj felé. Behozzuk középre. Megemeled. Megnyújtjuk a mellizmunkat is. Nézzünk pár válkőzést, hátra négyet, előre négyet. Mikor megvan az előre négy, hátra egyet, hogy beállítsuk a helyes tartást. Jó? Kész. Veszünk egy nagy levegőt. Kifúj. Még egy nagy levegő. Kifúj. És a utolsó nagy levegő. Egészségetekre. Hú, lányok, jó volt titeket nézni nagyon, én sem tudtam megállni mozgás nélkül, látom, elfáradtatok azért rendesen, Zsófi baba be is aludt, Léna még bírja, bemutatod a segítőidet? Igen, nagyné Antal Emese Zsófival, ahogy mondtad, Öplis Nőle Kitti Lénával. Lányok, ti látom, mert rutinosak vagytok, hiszen egyenpólóba jöttetek, összetartó csapat. Én mindenkit csak arra buzdítanék, hogy keresse fel Krisztát, és legyen részese ennek a fantasztikus csapatnak. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és hogy velünk tartottak. További szép estét kívánok. Köszönjük. ban Matszon Frigyes szobrászművész Várpalotának adományozta életművét. A jubileum, illetve a művész halálának 30. évfordulója alkalmából emlékkiállítást rendezett Várpalota város önkormányzata, illetve a Nemzeti Kulturális Alap anyagi támogatásával megjelentette a C-mestere Matszon Frigyes című művészeti albumot. A tárlat megnyitó, illetve a kiadvány bemutatása a 31. Várpalotai Napok egyik előrendezvénye volt. A modern szobrászat egyik jelentős alkotójának, Matszon Frigyes szobrászművésznek a hagyatékával gazdagodott Várpalota 30 évvel ezelőtt. A terrakotta, mészkő, márványszobrok, makettek, képek alkotta életművet bemutató állandó kiállításnak hosszú évekig a Nagy Gyula Galéria, majd a Túri Vár adott otthont. Az európai iskola szellemiségéhez fűződő, de klasszicista eszményeit őrző szobrászművész alkotásaiban az elmúlt évtizedekben több ezren gyönyörködtek. A látogatók, szakvezetések, a diákok, nyitott rajzórák, múzeum pedagógiai foglalkozások keretében ismerkedhettek az alkotó művészetével. Várpalota város önkormányzata elkötelezett a hagyaték méltó gondozásában, megőrzésében, ezért a kerek évforduló alkalmából a művész emlékének tiszteletére kiállítást rendezett, és a Nemzeti Kulturális Alap anyagi támogatásával megjelentette a C-mestere Matszon Frigyes című művészeti albumot. Jubileuma van annak, hogy 30 éve került a városhoz az ő gyűjteménye. A fia már a korábbi években is többször keresett bennünket, hogy szeretné, hogyha ez az album meg tudna jelenni, és az idei év, a jubileum az egy kiváló lehetőséget is rejtett a számunkra e tekintetben. Ahogy én nagyon rövid köszöntőben mondtam, már adtunk ki ilyen kiadványokat, ugye Szelestei Lászlóra, illetve Tatár Antalra emlékezve, és szeretnénk is majd folytatni a sort, mert hogy nagyszerű képzőművészekkel rendelkezik Várpalota városa, és akik már nincsenek, nem lehetnek közöttünk, azt gondolom, hogy megérdemlik, és olyan formátumú művészek megérdemlik, hogy egy-egy albummal emlékezzünk rájuk, illetve az utókornak örökítsük át mindazt a szépet, amit ők alkottak és létrehoztak. Úgyhogy szeretnénk folytatni ezt a kultúrapártoló tevékenységünket. Matszon Ákos, Munkácsi díjas festőművész, odaadóan ápolta édesapja örökségét, gondosan gyűjtötte, őrizte és rendszerezte azokat az írásos emlékeket, fotókat, amelyek nem csak nemzeti örökségünk, hanem Várpalota helytörténetének is pótolhatatlan forrásai. Az én tevékenységem az nem egy
sikeres műfaj, mert én azzal foglalkozom ezügyben, hogy próbálom az ő teljesen antikarrierista egyéniségéből most utólag kihozni azt, amit lehet, de szerencsére ez a bizonyos magányos harc az annyira egy unikum a 50-es évek magyar szobrászatánál, hogy van némi esély a sikerre. Madszon Frigyes 1909-ben született, a képzőművészeti főiskolán Sidló Ferenc szobrászművésztől tanult. Pályafutását a politikai rendszer erősen befolyásolta. A háború előtt fiatalként tulajdonképpen teljesítette a karrierjének a első felét, nagy sikerek kísérték, és a háború után pedig, mivel nem volt túlzottan jobb a háború utáni politikai rendszer, ami a szobrászoknál nagyon fontos dolog lenne. Így tulajdonképpen egy olyan közepesen ismert, átlagos, de nem kiugró életpályát tudott befutni. Az élete végén teljesült az a régi elképzelése, vágya, amire mindig törekedett, hogy az életművét egy helyen tudja bemutatni, és ez Várpalota városa. A Madszon Frigyes halálának 30. évfordulója alkalmából rendezett emlékkiállítást L. Simon László országgyűlési képviselő nyitotta meg. Madszon Frigyesnek a pályáját, a művészethez való viszonyát, az által választott formavilágot, azt alapvetően meghatározta ez az időszak, meghatározta mesteréhez, a Sillóhoz való viszonya, meghatározta a római ösztöndíj, meghatározták azok a szellemi találkozások, amelyek akár közvetlenül, akár közvetetten, de mégiscsak a kor nagy közép-európai művészeivel valamiféle közös kontextust alakítottak ki. És nyilvánvalóan a későbbi évtizedekre vonatkozóan is az ő vizuális képteremtő képességének az irányait nagy mértékben meghatározták. Madszon Ákos azt mondja, édesapja munkásságát leginkább az egyéni formakezelés és az architektonikus látásmód jellemzi. Alkotóművészet, a képzőművészet, az valamikor az építészettel együtt volt értendő, tehát még a reneszánsz időkben is az építészek csináltak szobrokat, festettek freskókat, és viszont. Na most, ez a 19.-20. század találmánya, hogy ez a három, a festészet, a szobrászat és az ez teljesen szét. Az én apám viszont mindig is egy mondhatnám, hogy architektonikus szobrász volt, tehát abszolút az építészet irányából közelítette meg a szoborkészítésnek a gondolatát, tehát így indult ennek az egésznek neki, és ez mindig is jellemző. Tehát azt lehet mondani, hogy architektonikus az ő szobrászata. Ebből adódóan javarészt kőből dolgozott, márványból, ami ma ez hihetetlen, de nagyon nehéz volt ezeket 50-es években, tehát a háború után beszerezni. És hát iszonyú kinkeserves munkával először megmintázta, majd pedig vagy kis plasztikában, vagy nagyobb méretben kifaragta kőből a szobrokat. Tehát tulajdonképpen ez. Most, hogy mit faragott ki, a fiatalabb éveiben elsőben a klasszikus alakszobrászatot csinált, és a háború után pedig ezt elkezdte egy modernebb köntösbe úgy átértelmezni, átrakni, hogy ne szakadjon el a klasszikus elképzelésektől, tehát megmaradt az alakoknak az anatómiailag korrekt magja, az egész felépítése, de tulajdonképpen ezt elkezdte egy mondjuk kubista vagy posztkubista módon átértelmezni. Éppen most beszéltem itt az imént egy hölgyel, és akkor ővel megegyeztünk egy szóba, hogy tulajdonképpen egy lírai geometrikus szobrász volt. Tehát nagyon erős ez az érzelmi vonulat az ő szobrászatában. Női alakok tömkelegét csinálta, minden létező elképzelést megvalósított.
Az alkotó művészi pályája során megőrizte a folyamatosságot, ezáltal munkássága átmenetet képez a klasszikus és modern irányzatok között, véli a Munkácsi díjas festő és L. Simon László országgyűlési képviselő is. Ha ezekre a kis pasztikákra ránézünk, megnézzük mellettük a keletkezési dátumokat, a javarészt, amiket itt látunk, munkákat, a 60-as éveknek a munkái, az alkotó időszakának talán a legtermékenyebb korszakának nagyon szép lenyomatai. Azt látjuk, hogy két hatás, vagy inkább azt mondom, hogy három dolog az, amit ki lehet emelni. Egyrészt töretlen ragaszkodás a figuratívitáshoz. Másrészt az avantgárd hagyománynak a beemelése az alkotásmódba. Ezek a művek mind-mind a 20. század izmusainak a lenyomatát őrzik, mind a stilizálási törekvése, mind a geometrizálási kísérletei a 20. század első felének avantgárd mozgalmainak a hatását mutatják, tehát hogy valójában a művekben amellett, hogy nem szakad el az emberi testtől, vagy nagyon ritkán szakad el az emberi testtől, arra is látunk itt példát, hogy nagyon fontos számára az emberi, főleg a női testnek a szobrokban való megjelenítése, valójában a művei mind-mind túl mutatnak a klasszikus ábrázolásokon, mindenhol van egy erős geometrizálási törekvés, és ezek pedig az avantgárd hagyománya, akkor már beszéltünk hagyományról, hiszen már rég a új avantgárd mozgalomnak tomboltak Európában, tehát a klasszikus avantgárd hagyományainak a beépüléséről árulkodnak. Az alkotó magányos utat járt a művészi életben, újító törekvései nem az aktuális trendek követéséből, sokkal inkább belső késztetésből fakadtak. Nem tartott lépést, semmiféle irányzattal, ugyanis, hát én ezt említettem ugyan, de lehet, hogy akárhányszor mondanám el, ma senki nem érti. Hát a háború után, amikor ő ezzel úgymond irányzattal neki kezdett, akkoriban a szobrászok és szobrászok között nem volt semmiféle kapcsolat. Írhattál egy postai levelet, aztán vége volt mindennek. Se rádió, se televízió, semmi. Folyóiratok például nem jártak. Nem, ezt ő egy belső vágy vagy kezdeményezés volt, hogy megpróbálkozott elszakadni. Én szerintem egy elszakadási kísérlet volt ettől a klasszikus dologtól. És hát gyakorlatilag egy teljesen magányos utat járt be ezen az oldalon. A várpalotai hagyatékon kívül az ország számos pontján fellelhetők Madszon Frigyes alkotásai. Elsősorban van a Magyar Nemzeti Galériának egy elég nagy kollekciója tőle. Aztán mindenféle létező múzeumban, ami most felsorolhatnék sokat, de hát mit tudom én, Győrött,
Aztán itt a Várpalotához közel említeném Tapolcán, Díszelen van egy privát múzeum, azoknak is van anyaga tőle. Tehát sok helyen van. Külföldön nem tudok róla, hogy lenne, kivéve a mai Szerbiában, ami azért van, mert ő az apai ágról onnan származott még régről, és akkor, amikor volt lehetőség, akkor ott is dolgozott, még a háború előtti rövid évben. De sok helyen lehet látni az ő munkáit, sajnos köztéri megbízást, pontosan a politikai ellenkezése miatt azt keveset kapott, de például most avatták föl neki egy szobrát Budapesten a Kosztlány Dezső téren nem régen, és itt is az előbbi bemutatón is szerepelt Apor Gábor valamikori diplomatának, majd később Máltai Lovagrend kancellárjának a portrészobra, amit talán két évvel ezelőtt avattak föl Rómában. Azt azért tudom, mert ott voltam, és akkor én is harcoltam ezért. A tálat megnyitó után Matszon Ákos, a címestere, Matszon Frigyes című művészeti album szerzője mutatta be részletesen a színvonalas kiadványt. Bizonyítottnak látom ezzel a kiállítással is, meg a könyvvel is azt, hogy egy város, akit azért szintén megkurcoltak az elmúlt évtizedek vagy évek, és igyekszik tagrálni, az borzasztó segítséget érhet és kaphat magától a kultúrától. Kulturális közösség nélkül, tehát a kultúrát szerető, művelő, működtető közösség nélkül semmilyen közösség nem tud egyszerűen visszakapaszkodni abba a kohéziós mezőbe, amire hát gondolom vágyik a város. Matszon Frigyesnek a város kulturális javait, művészeti értékeit gazdagító képzőművészeti hagyatékának ajándékozásáért Várpalota önkormányzata Posztumusz Várpalota város díszpolgára kitüntető címet adományozott, melyet a Várpalotai napok keretében a művész fia vett át.